Egy bízeséshez fogunk menni, mégis ide érkeztünk, ahol pisztrángok ugrálnak augusztus-szeptemberben. Tehát reméljük ezt fogjuk látni, elvileg azt a hidat fogjuk megcélozni, egy fél mérföldet fogunk menni, az olyan 800 méter. Visszafele, hát vagy azon az úton jövünk, vagy a másik út, ami egy picit hosszabb. Ilyen úton megyünk az erdőben. Van túracipőm, meg minden, de most a sima sportcipőben ezt meg lehet tenni. Elég gyorsan oda fogunk jutni, mert 800 méter, a semmi és nem olyan hatalmas emelkedők vannak. Most éppen pont lefele megyünk. Jaj, majd visszafele lesz érdekes. Vagy ha most leesek. Megérkeztünk egy kilátóhoz, arra a hídra fogunk rámenni, és akkor valószínűleg látunk majd... Mit látunk? Pisztrángokat. Pisztrángokat. Megérkeztünk a vízeséshez, egy függőhídon vagyunk. És fekete a víz, mindjárt átmegyek a másik oldalra. Közben Zoli videózott, és fekete a folyó. Nagyon érdekes. Visszafele a hosszabb úton indultunk. Az is olyasmi, mint amíg jöttünk. Ott fák között mentünk, itt meg ilyen rét inkább, vagyis hát ilyen virágok, egy-egy belógó fág. Ilyen helyen megyünk. Föntebb jöttünk, itt már eléggé csendes a folyó. És megyünk vissza a kocsihoz, és következő multicélunknál egy gyors videót láthattok. És egy darab lazacot nem láttam ugrálni, vagy piszta, azt meg főleg azt se. Na jó. Egy szép lepke. Egy szép lepke, hopp. Ott meg virágon. Ott is van. Ó, de jó illata volt ennek a növénynek. Következő helyszín, nem tudom, hogy mi lesz ott, de megyünk. Ez szép, ez tetszik ez a folyó. Olyan, mint a filmekben, Kanada. Nem olyan, mint Kanadában a folyók a filmekben. Sajnos pisztrángot nem láttunk, úgyhogy visszajöttünk a kocsihoz és folytattuk az utunkat. A következő úti célunk egy homokos tengerpart volt, amiről mindjárt láthattok is videókat. Eljöttünk Dornocs... Dornocs. Hát, ez mit lehet hozzáfűzni? Homokos tengerpart. Elvileg a városka, a falucska is szép, ott még nem voltunk. Most megálltunk itt, egy óra hosszára vettünk parkolójegyet, és meglátjuk. Elvileg 10 perc, és ott vagyunk a városban. Mit találtál? Egy ilyen kis kagylót. Kagylónak kagyló. Mire jó? Itt egy golfpálya. Itt van ez Zoli. Ott voltunk, azon a tengerparton az előbb. Picit mentünk rajta, egy pár métert körülnéztünk, most megyünk vissza az autó,
városhoz, autóval bemegyünk a városkába, körülnézünk. Ha van valami, akkor megállunk, ha nem, akkor megyünk tovább a következő úti célig. Ja, és Zoli talált valamit. Ha már golfpálya. A mai gyerekénk. Elérkeztünk a következő kis falucskába. Hát itt a városba be sem mentünk, csak értünk a tengerpartra. Itt homokdűnék vannak. Majd kiírom alulra, hogy hol voltunk, mert elfelejtettem. Hogy úgy fogom kiírni a város nevét, hogy odaírom, hogy a homokdűnés strand. És az ez. Nem a hivatalos úton jöttünk, vagyis hát ami kijelölt, hanem bejöttünk egy ilyen kempingbe, és a házak között jöttünk ide a dűnékhez. Azok, akik itt laknak, azok reggel pár métert megtesznek, kutyát sétáltatni, vagy csak sétálni, és akkor pár méter után ugye ide érnek ki. Ez nagyon hangulatos, de mennünk kell tovább, mert még mindig nagyon lent vagyunk a keleti oldalt, és ugye körbe akarjuk menni ezt az Észak-Skóciát a tengerpart mellett. Közben csináljuk még amúgy az úti tervet, úgyhogy menjünk a következő helyre, amit mindjárt kitalálunk, hogy hova. A következő részben ennek a kastélynak az udvarába, kertjébe fogunk bemenni. Szerencsénk volt, mert még nyitva volt. Ha érdekel a kastély kertje, akkor a következő részt is nézzétek meg. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha még nem tettétek meg. A következő részben pedig találkozunk. Sziasztok!